Spanyolország jutott a legjobb 8 közé elsőként hétfőn a labdarúgó Európa-bajnokságon. A spanyolok Unai Simón kapus óriási hibája után hátrányba kerültek Horvátország ellen, azonban 3-1-re fordítottak. A horvátok sem adták fel, és a rendes játékidő utolsó perceiben szerzett gólokkal ledolgozták hátrányukat. 3-3 után hosszabbítás döntött, előbb Morata, majd Oyarzabal szerzett gólt, így a spanyolok 5-3-ra nyertek.